általános narcképe az, ami ebben a kiállítás sorozatban az egyik legmegkapóbb az én számomra. Önmagában azért, mert a Nagy Balogh személye részben egy kicsit misztikus, kicsit rejtélyes, amellett, hogy az egyik legköznapibb foglalkozást tűzte szobafestő és mázoló volt. Szobafestő mázolóként, mint kenyérkereső foglalkozást által megteremtve a nem létező egzisztenciáját alkotta meg azt a nem nagy számú életművet, ami őt valamilyen módon kanonizálhatóvá teszi a magyar művészet történetben. A Nagy Balogh életműben jó néhány önportré van, ezek mindenkor önvizsgálatnak a darabjai. Mindegyiknek a beállítása hasonló, a Rembrandti fény az, amely megjelenik ezeket az arcképeken. Az arc egyik része teljesen az árnyékba borul, a másik része, amely a fény felől kap megvilágítást, az plasztikusabb, megfogalmazhatóbb. Ez az önarcképe az önarcképek sorában is az egyik legizgalmasabb, azért, mert talán legigénytelenebb. A festő eszköztára megint csak az igénytelenséggel jellemezhető, hiszen a legolcsóbb festéket használja, vagy kartonra, vagy vászondarabokra készíti a műveket, amelyet ezt követően kartonlapokra pasíroz. És ami még érdekesség ezeknek a műveknek, hogy mivel hígítóhoz nem jutott, a saját nyálával hígította a festéket, és így került ez felkelésre. Most, hogyha megnézzük ezt a képet, akkor ami a leginkább látszik rajta, az a színtelensége. És nem lehet igazából látni, vagy megállapítani, hogy ez egy élő ember portréja, vagy a halott önarckép ábrázolása. Pontosan ez benne a drámai. A sötét háttérből, amely tulajdonképpen egybeolvad, és valőröket nem tartalmaz, kiemelkedik egy arc, amely vagy ránk néz, hogyha akarjuk, vagy elnéz a veszteségbe. Tulajdonképpen ez adja meg ennek az önarcképnek az időtlenségét.